A Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthonban megszervezett kiállítás megnyitón a két alkotótábor munkáit, számos festményt és kerámia tárgyat tekinthettek meg az érdeklődők. A szervezők elsődleges célja a település képzőművészeti életének fellendítése volt. Az utóbbi pár évben fölépült ez a Bács-Fekete-hegyi Kultúrotthon, és ahogy épült, ahogy nőtt, úgy telt meg tartalommal, és jött egy ötlet, elgondolás, hogy ha már itt van ez az épület, itt van ez a pár vendégszoba, akkor próbáljunk egy olyan eseményt létrehozni, hogy meghívunk festőművészeket, meghívunk keramikus művészeket, és akkor ők itt egy hetet, 10 napot eltöltenek, és itt alkotnak, és én gondolom, hogy az alkotásaik majd gazdagítják nem csak az őket, hanem hát a közösséget is. Nagyon meghatódtam ezen a megnyitón, hiszen olyan sokan összejöttek, és olyan annyi jeles ember összejött, és annyi jó ember összejött, és jó együtt lenni, és jó tudni azt, hogy vagyunk, illetve jó kimondani azt, hogy itt a helyünk, és jó kimondani azt, hogy a fiataloknak is itt a helyük, hiszen fiatalság nélkül minden közösség halott, nincs neki jövője, és én gondolom, hogy ez a művésztelep, amely hát most hagyományteremtő szándékkal itt létrejött Bács-Fekete-hegyen, lehetőséget fog nyújtani a fiatal művészeknek, hogy ide eljöjjenek, és itt alkossanak, és hogy ezzel is építsék önmagukat, és építsék a leendő vajdasági magyar közösséget. Azt hiszem, hogy az alkotók, azok, akiknek az alkotásait itt látjuk körülöttünk, azok kicsit hírigykedve mondom, hogy biztos, hogy nagyon jól érezték magukat, látszik az alkotásaikon, és hát akkor, amikor mindenhol a művészet hanyatlásáról beszélnek, amikor arról beszélnek, hogy valóban ez az égtáj, ez a művésztelepek égtája volt, a Topolyai művésztelep, a Zentai művésztelep, a többi, akkor nem csak Bácskos útfalván, nem csak ismét Zentán pezseg az élet, hanem itt Bács-Fekete-hegyen is. A Művelődés Szövetség nem csak a műkedvelő művelődési egyesületeket gyűjti maga köré, hanem megpróbál nyilvánvaló a képzőművészet, az irodalom terén is támogatást nyújtani. Én úgy érzem, hogy itt egy nagyon jó olyan, itt arról beszélt az egyik vendég, hogy a mag, ugye az egyik alkotása maga, amely földbe kerül és kapaszkodik. Hát én azt hiszem, hogy itt a föld is jó, a mag is nagyszerű, és csak azt tudom mondani, hogy a Művelődés Szövetség nagy tömeges tagsága nevében én gratulálok a Bács-Fekete-hegyieknek, és gratulálok azoknak a művészeknek, akik eljöttek ide. A festőtábort Gyurkovics Hunor, a keramikus találkozót pedig Nemes Fekete Edit szervezte. Minden lépés az irányába kell, hogy történjen, hogy fiatal generációk tanulják ezt a szakmát, mert kiemelkedő keramikusokat csak akkor kapunk, ha széles alapokról indulunk, és azok közül majd valaki jó kerámikus lesz. A kiállítás szerintem így komplettan nagyon jó, nem egy kis falusi kiállításra val, és nagyon jól éreztük magunkat, míg alkottunk, és ez azt hiszem az alkotásokon is látszik. Én nagyon szeretném, ha ez megmaradna, és ezeket a törekvéseket annak érdekében, hogy a szakma fent maradjon, még tovább tudjuk gazdagítani, bővíteni. A Hódmezővásárhelyi szimpózium segítségére is számítunk, tőlük új technológiát is tanulhatunk, csere kiállítások, csere művész cserék is számításba jöhetnek. Magyarországon nagyon fejlett és nagyon patinás az iskolázottság, és mindenféle téren olyan a népi kerámiát is ápolják, a művészi kerámiát is egész magas szinten. Úgyhogy mindig nagyon megtisztelő, ha velük együtt állíthatok ki, és együtt dolgozhatok. A kiállítást Nárai Éva képzőművészeti kritikus méltatta, aki visszatekintett a művésztelepi mozgalomra és díjazta a Bács-Fekete-hegyi kezdeményezést. A tárlaton helyet kaptak a táborokban résztvevő gyermekek munkái is.